szentséget csámolja teszed. A te lábaidnak, a te erődnek pálcáját kibocsátja az Úr Sionból. Uralkodjál a te ellenségeid közepette. Te nálad van az elsőség a te hatalmadnak napján a szentség fényében. Magamból szültelek téged a hajnali csillag előtt. Megesküdött az Úr, és meg nem bánja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek röngye szerint. Az Úr áll a te jobbod felül. Haragja napján eltapossa a királyokat. Ítéletet tesz a nemzetek között, ahol testeket halomba gyűjti. Összezúzza fejüket a széles harcmező. Útja közben a patakból iszik. Azért emeli magasra büszkén a fejét. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Üljél nékem jobbom felé, Atya Isten mondá az ő szent fiának. Bizonyosan minden parancsolatai erősek örökkön örökké. Hálát adok néked, Uram, teljes szívemből, az igazak tanácsában és gyülekezetében. Nagyok az Úrnak művei, ismerjék meg őket mind, akik szeretik. Fönség és ékesség az ő művében, és igazsága megmarad örökkön örökké. Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörülő Isten. Eledelt adott az őt félőknek. Megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erőségét hirdeti az ő népének, hogy nekik adja a hitetlenek örök részét. Az ő kezének műve igaz mondás és igaz ítélet. Erősek mind az ő végzései, szilárdan állnak minden időkre. Hűségben és igazságban hajtja végre őket. Váltságot küldött az ő népének, megparancsolta örökké az ő szövetségét. Szent és rettenetes az ő neve, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Jól gondolkodnak mind, akik e szerint cselekednek, az ő dicsérete pedig megmarad örökkön örökké. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és
és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Bizonyosak minden parancsolatai, erősek örökkön örökké. Az Úr parancsolatában van az igaz akaratja. Boldog ember az, ki az Urat féri, az ő parancsolatait igen kedveli. Hatalmas részem magva a földön, az igazak nemzetsége megáldati. Dicsőség és gazdagság az ő házába, és az ő gazdagsága örökké, örökké. Az igazaknak a sötétségben világosság támad, ő az irgalmas, könyörülő és igaz. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen áll, az ő dolgait igazol, rendezi. Meg nem inog az, mint örökké. Örök emlékezetben lészen az igaz, nem fél a gonosz hír hallástól. Erős a szíve, mivel hogy az Úrban bízik, bátor az ő szíve. Azért nem retteg, míg nem meglátja ellenségeinek bukását. Osztogat, adakozik a szegényeknek, az ő igazsága megmarad örökkön örökké. Fölemeltetik a feje dicsőséggel. A bűnös látja ezt, és harag fogja el. Fogait csikorgatja, és irítségbe remészti magát. A gonoszok kívánsága semmivé leszel. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr parancsolatában van az igaz akaratja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Jobb könyve, 29. rész. Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint amikor Isten még vigyázott rám. Amikor mécsessel világított fejem fölött a sötétben, az ő világosságánál járhattam. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban, amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak a gyermekeim, amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is patakokban ömlött az olaj. Amikor a város kapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátrahúzódtak, az öregek pedig felkeltek és állva maradtak, a vezető emberek a beszédben megálltak és szájukra tették a kezüket,
A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyük köztapadt. Aki csak hallott rólam, boldognak mondott, és aki csak látott, jó bizonyságot tett rólam, mert megmentettem a segítségét kiáltó nincstelent és az árvát, akinek nem volt támasza. Az elhagyatott áldása szállt leám, és az özvegy szívét felvidámítottam. Igazságot öltöttem magamra, jóságom palástként és süvegként borított be engem, a vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Összetörtem az álnokok állkapcsát, és fogai közül kihúztam a zsákmányt. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, és mint a főnix madár sokáig élek. Gyökereim a vízig nyúlnak, ágaimra éjjel harmad száll. Dicsőségem ifjú marad, s akárcsak én, íjam is folyton megújul kezemben. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, ha tanácsot adtam, beszédem után nem szóltak tovább, szavam harmadként hullott rájuk, úgy vártak engem, ahogy az esőt, ahogy tátott szája a tavaszi eső, lesik. Ha rájuk nevettem, nevetve bízni kezdtek. Ha derűs volt az arcom, ők nem szomorkodtak. Én döntöttem el, mikor mit tegyenek, és én ültem élükön, úgy laktam közöttük, mint a katonái között a király, mint aki gyászolókat vigasztal. Amen. Minden bizonnyal ezért nem lehet igazából jó könyvéről prédikálni, mert ezek ilyen darabok, amiket felolvasunk, mindig is csak darabok lehetnek, és egészében nem látszik a teljes fölépítmény, ahhoz tényleg akár az egész könyvet kellene olvasni, de hát nyilván azt is nagyon nehéz, hogy az ember az olvasás során az egészet megpróbálja látni, mint egy épületet. Ez az a néhány mondat, amikor Jobb emlékezik azokra az időkre, amikor a sora jobb. És ebben a vitában, ugye az elkeseredettség vitájában, amikor már a három barát elhallgat, és majd nem sokára jön majd a negyedik, aki megszólal, egyszer csak Jobbnak a mondandójában megjelenik ez, hogy milyen jó volt akkor, amikor régen volt. Amikor még a dolgok rendben voltak, amikor még nem voltak a katasztrófák, nem veszített el mindenét, egészséges volt, amikor ugye nagyon, nagyon szépek ezek a képek, hogy mekkora tekintélye van. Hogy nem csak egyszerűen valami üres tekintélyről van szó, hanem olyanról, amiben nagyon hasznos életet él, segít a nyomorultakon. És látszik, hogy tele van ugye a bölcsesség teológia ember képének, szinte minden egyes mozzanata ott van ebben az emlékezésében, hogy ki is volt ő valójában. És egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy mi veszett el, hogy mennyi minden veszett el. Tehát akkor, amikor Isten belemegy ebbe a játékba a sátánnal, akkor mennyi minden veszik el Jobb életéből. És mi is elveszítjük Jobbot, és mindazok elveszítik Jobbot, akik ott a környéken éltek, hiszen Jobb egy kincs volt. És ez a kincs, ez kifakult, összetört, ez semmi vélet. Most itt látunk egy nyüglődő, szerencsétlen nyomorultat, akinek kérdései vannak, akinek mindenféle aggályai vannak, aki tele van bizonytalansággal, aki segítségre szorul, és elveszítettünk egy, mit mi veszítettünk? Isten elveszített egy drága kincset. Ez az emlékezés egy nagyon furcsa dolog. Járok a Deák-Fili gimnáziumi igazgató tanácsi ülésre, és ez az igazgató tanácsülés az önmagában is halál. Tehát ha valami tudunalmas lenni, akkor ez tényleg az. De azt teszi szépé, hogy vannak ilyen nagyon idős
tagjai ennek a tanácskozásnak, akik még nem a mostani gimnáziumban, hanem még az előtti gimnázium, tehát amit államosítottak, abban a gimnáziumban voltak diákok. Na most ezt így, ha az ember korban összeteszi, akkor ez tényleg azt jelenti. Na most az igazgató tanácsi ülésnek egy jó része azzal megy el, hogy meghallgatjuk az emlékeket a régi iskoláról, amik biztos hasznosak, mondjuk már egy tizedször nem annyira, de az ember egyszer csak azt veszi észre, pláne hogyha egy ilyen irgalmas napja van, hogy tulajdonképpen ezek az emberek ebben a múltban élnek. És ennek van valamiféle varázsa. Mert hogyha jobb történetét nézzük, akkor a végén ott látjuk ezt a kifosztott embert, de az öregség legalább ugyanezt csinálja. Tehát ott vannak ezek az emberek, akik kifosztottan ott vannak az életük végén, se egészségük, jártányi erejük, semmilyen tekintélyük, semmilyen világban betöltött helyük, és semmi más nincs számukra, mint az, hogy emlékezzenek. És hála Istennek tudnak emlékezni. Tudnak olyan dolgokra emlékezni, amik tényleg szépek voltak. És tudnak olyan dolgokra emlékezni, amikben ők valakik voltak. És ez egy fontos mozzanata az emberi életnek, amikor az ember visszaidézi azokat az időket, amikor én még valaki voltam. Amikor még számítottam, amikor még figyeltek rám, amikor még, ha mások nem, a gyerekeim tisztelettel vettek körül. És rengeteg olyan vonás van, ami aztán az öregség az élet vége felé teljesen elvesz. És kifosztottként ott marad az ember a végén. Jobb hasonló tél áll. És jobb kimeri mondani. Ugye ebben ez a nagyon kemény a jobbi szövegben, hogy ő kimeri ezt mondani, akkor még Isten szeretett engem. És most már nem. Az öreg emberek ritkán mondják ezt ki. Hiszen az a hála kell, hogy éressze bennük a hitet újra és újra, hogy azért ezek a dolgok mind ajándékként ott voltak. És hogyha jól alakulnak a dolgok, vagy így mondom, békésen alakulnak a dolgok, akkor megmarad ebből a hitből annyi, hogy azt mondja, ezekért hálás vagy. Jobbnál nem. Jobb azt mondja, akkor még szeretett Isten, akkor még mellettem volt Isten, akkor még világított nekem Isten, most már nem. És elvett mindent, és kifosztott, és elhagyott engem. És éppen ezért nem nagyon tudunk mit csinálni ezzel, mert ez a vége. Tehát ebben nincs most ott Istennek a válasza, nincs benne az, hogy Isten bármilyen jövőt állítana föl, nincs az benne, hogy Isten azt mondja, hogy de nézd, hát itt vagyok veled mégiscsak, egyáltalán semmi nincsen. Ez van, hogy mindent elveszítettem, és Isten akkor még szeretett engem. Érdekes az, hogy vannak ilyen evangélikai gyülekezetekben különösen is, ahol számot kell adni az embernek a megtéréséről, és ezek a megtérés sztorik, ezek általában úgy épülnek föl, hogy voltam én, aki Isten nélkül éltem, és milyen rettenetes életet éltem, meg ezek, és aztán jött Isten, és az Istenhez való csatlakozás, micsoda nagyszerű életet adott nekem, és ez dúzza. Jobbnál egy fordítva. Az ő megtérése a nyomorúsághoz van. Azt mondja, akkor még velem volt Isten, és rendben volt minden. Tisztelet, öröm, közösség, segítés, hasznosság, teljes élet. És mindezt Isten elvette tőle. Nem nagyon szeretném feloldani, őszintén nem. Amikor az elhagyott emberről beszélünk, nyilván mindenképpen kell az elhagyott Krisztusról is szólni. Nem tudom azt, hogy Jézus mennyire idézte föl magában a múltat. Nem lehet tudni. Hogy vajon a kereszten, amikor ezt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem,
akkor van-e az ő gondolataiban olyan, hogy de volt olyan idő, amikor Isten közelségét én közvetlen közelről átéltem. Ezek ilyen mély titkok, nem tudjuk, hogy mit érez Jézus ebben. De ezt a kifosztottságot ő is átélte. Nem akarok föloldani a kifosztottságot, mert a kifosztottság élményei között járunk nap, mint nap. És látunk embereket, és ott vannak azok a sorsok, amikben nem lehet azt mondani egy könnyen, hogy no, de Isten itt van bele. Mert mi magunk sem érezzük ezt. Nem lehet egy könnyen azt mondani, hogy majd még jóra fordulnak a dolgok, mert a dolgok nem biztos, hogy jóra fordulnak, sőt. Nem állítjuk meg azt, aki a múltban menekül, mert azt mondjuk legalább meneküljön a múltban, hiszen a jelene és a jövője katasztrófa. És ebben nem találjuk Isten. Nem fogom egykönnyen föloldani azzal, hogy már pedig Isten biztos tudja a dolgokat. És nem lehet egykönnyen föloldani, hogy no, de Isten ezekben is ott van. Meg nem lehet azt mondani, hogy mindennek van valami értelme lám jognál. Mert ezek ilyen magasztos nagy tétel. És aki ebben benne van, annak nem ilyen nagy magasztos tételek kellenek, hiszen akkor nem más tenni, mint a barátai tette, hanem odahajolás, szánalom és együttérzés. Ahogy Jobb könyvét olvasom, mindig fölvetődik bennem az, hogy vajon, hogyha ez igaz, hogy Isten azt szeretné, hogy a barátok ilyenek legyenek, hogy hajoljanak oda jó. És ne esetként kezeljék, hanem valódi emberként és barátként. És ne okoskodjanak már, hanem csak öleljék át. Akkor vajon Isten ez alatt ugyanezt megteszi? Hogy vajon ő, az ő szíve remege Jobéval együtt? Hogy vajon az ő fájdalma ott van-e Jób fájdalmával? Ha Krisztusra nézek, azt kellene mondanom mindenképp. Ha a magunk sorsát nézem, nem nagyon tudok más választ mondani, mint azt, hogy egészen bizonyosan. Ez az egyetlen és utolsó kapaszkodó. Mert miközben mi emlékezünk és visszaidézzük a szép világot, miközben mi készek vagyunk ebbe akár elmenekülni is, miközben mi készek vagyunk gyűjteni anyagot arra, hogy majd legyen mire emlékezünk egyszer, a közben Isten egy jövőt tár föl. Egy olyan jövőt, amelyikre ezt mondja a Biblia, hogy olyan új eget és új földet teremtek, hogy a régire már nem is fognak emlékezni. Valahol itt van a megoldás. Nem könnyen. Nem egyszerű. Nem olyan, amit na, akkor söpörjük le valami ügyes kis teológiai tétellel. Tele van gyötrelemmel és szánalommal. De közben Isten az egészben mégis valahol ott van. Csendben, figyelve, maga is gyötrődve, de az egészben valahol ott van. Ott kell, hogy legyen. Urunk Istenünk, olykor Krisztussal együtt kiáltunk, hol vagy, miért hagytál el, miért hiányzol az életünk. De mint ahogy Krisztus keresztjében is ott voltál, szenvedve, gyötrődve is, mindenképpen a jelenléteddel ott voltál, ugyanúgy kapaszkodunk beléd, akkor, amikor nem látjuk, merre vezet tovább az út, akkor is, amikor nem tudjuk azt, hogy ez vagy az mire jó valójában. De beléd kapaszkodunk ígéreteidbe is, abban, hogy te vagy. Olykor nem érezzük azt, hogy közel vagy hozzánk, mégis reménykedünk. Olykor nem veszünk észre kezed nyomát, és mégis bízunk abban, hogy te nem hagysz el minket. Amen.
Krisztus élő Istennek szent fia, irgalmaz mi nekünk. Jézus Krisztus élő Istennek szent fia, irgalmaz mi nekünk. Ki mi nekünk igazgatunk és bátorítunk vagy minden nyavajánkba, irgalmaz mi nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Jézus Krisztus élő Istennek szent fia, irgalmaz mi nekünk. Cselekedett velem a hatalmával.
és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre. Azokon, akik őt félik, hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje. Kegyes Urunk, virrasz azokkal, akik ez éjszakán virrasztanak és sírnak. Rendeld őrségre angyalaidat azok mellé, akik alusznak. Vedd oltalmadba, Krisztus Urunk, a betegeket, nyugtasd meg a fáradtakat, áld meg a haldoklókat, adj enyhülést a szenvedőknek, könyörülj a tusakodókon, oltalmazd meg a vidámakat, és minket, minnyájunkat, szeretetedért. Uram, hallgass meg imádságunkat, és jusson el hozzád kiáltásom. Uram, irgalmazd, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmazd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten, vigasztaló Szentlélekkel áldjon minket örökké. Mindnyájan mi keresztjének, és dicsérjük igaz hitből
Mária.